Ebben a mai videóban kettő csomagot is kaptam a Speedcube Shoptól, többek közt ezt a pulóvert is, és még több más érdekes dolgot is, hiszen mától ők fogják támogatni a Rubik kockás videóimat, és még sok más videót. Kaptam is egy kuponkódot, ami a Vixder névre hallgat, de akkor hát jöjjenek is azok a csomagok. Na hát akkor itt is vagyok az első szponzori csomagnál, amiben ha jól érzem, akkor pulóverek vannak, és akkor bontjuk is ki. Ha jól látom, akkor kettő darab van, így is van, és akkor itt van az egyik, itt pedig a másik, ahogy látom, itt az elsőnél rá van nyomtatva, itt pedig rá van hímezve, úgyhogy eléggé komoly. Kezdem akkor ezzel a nyomtatottal. Mondjuk is ki. És akkor nézzük is meg. Itt is vagyunk hát akkor az első pulvernél. Nekem maga a dizájnja nagyon tetszik, és az anyaga is nagyon tetszik. És láthatjátok, semmi hiba nincsen, szóval ez egy nem ilyen kínai termék, hanem tényleg szépen meg van csinálva, úgyhogy ha szeretnél egy teljes ilyen pulóvert, akkor mindenféleképpen tudom ajánlani, mert nagyon jó az anyaga, jó méretbe is hozzák ki, és tényleg csalódni nem fogsz benne. A másik pulóról is ugyanazt tudom elmondani, mint az előzőről, nagyon szép a hímzés, nagyon jó az anyaga, jó méretbe lett kiszállítva, és tényleg nem egy kínai pulóverről van szó. Amióta megkaptam ezeket a pulóvereket, már körülbelül eltelt egy hét, és megérkezett az újabb szponzor csomagunk, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, vágjuk is ki, vagy vágjunk bele, mindegy is. Kiszerek mindent, talán üres, szépen össze volt nekünk csomagolva. Szóval amit most így megláttam legelőször, az ez, és most ki is cserélem erre. Ez egy ilyen szőnyeg, Rubik kocka szőnyeg. Aha, ez ilyen kisebb fajta, pontosabban így néz ki, Rubik kocka elfér rajta, úgyhogy igazából azt a... Amúgy nagyon jó anyag, és nagyon, de nagyon jó néz ki, ebből nyilván vannak nagyobb változatok is. Anyag az brutális, szóval lehet látni, hogy ez minőségi anyag. Ezek igazából ilyen matricák, amiket rá kell majd ragasztanom azokra a kockákra, amit a Speedcube Shop küldött, úgyhogy ezeket majd fogjuk használni mindenféleképpen. És akkor jött nekünk kettő darab ilyen Speedcube Shop-os Rubik kockatartó. Itt van az egyik, itt pedig a másik. Aztán jöttek nekünk lubok, ezek Rubik kocka lubok, ki is bontjuk őket. Őszinte leszek veletek, nem nagyon használtam még lubot, sőt nem használtam, úgyhogy nem tudom még elmondani róluk a véleményemet, úgyhogy kaptunk 4 darab lubot, és következőleg kaptunk ilyen időmérős matricát, szóval ha van időmérőtök, nekem még egyelőre nincs, akkor rá kell ragasztani, és akkor ez ilyen szépen fog rajta mutatni, ez ilyen szép Speedcube Shop-os. Hát figyelj, ezt most nem fogom kibontani, de látjátok ti is, hogy ez csak egy matrica. Ez egy ilyen, megint csak Speedcube Shop-os ilyen Rubik kocka tartó. Tényleg nagyon nagy kockák is elférnek benne. Ez is belefér, nyugi, csak rá kell jönni a taktikára. Szóval szépen belefér, és akkor nagyon menő, szép, fekete színű. Aztán kaptunk egy ilyet. Ezen is Speedcube Shop-os logó van, csak ez egy másik változata. Rövidítve van ugye meg minden ilyesmi. Anyagok tényleg nagyon, de nagyon jók, úgyhogy nagyon tetszenek. És maradt nekünk ez a szép fehér. Erre szintű Speedcube Shop van írva. Ez olyan, mint a pulóver, ja nem, ezen levél van, ezen meg ilyen, nem pedig egy űrhajós. És hát igazából ennyi volt ez a szponzori csomag. Innentől kezdve több Rubik kockás videókat fogtok látni, sokkal minőségibbek is lesznek, mivel a Speedcube Shop mostantól mától támogat engemet hivatalosan is, úgyhogy üdvözöljétek őt is a csapatba, a YouTube csatornámon, én is üdvözlöm őket, köszönöm szépen, hogy támogatják a csatornámat, és akkor találkozunk egy következő videóban, addig is legyen szép nyaratok, sziasztok!